Az a helyzet, hogy kicsit még felhőbe. Szép jó reggelt a bordói hágóból. A mögöttünk látható Szella tömbjének csúcsa 3152 méter magas Pizboé lesz is a mai fő attrakciónk. Kicsit még felhőbe van burkolozva, de talán megszabadul Békjói alól a csúcs. Addig is mi itt körbenézünk a hágón. Illetve egy előző epizódban már körbenéztünk, de most úgy döntöttünk, hogy bemegyünk a felvonulzás előtt a világháborús múzeumba, ugyanis itt van egy a közvetlenül a felvonó alsó állomásán. Úgyhogy még kicsit bizonytalan, hogy mi lesz ma, még mi sem pontosan tudjuk, de reméljük azért a csúcs kilátással össze fog jönni. Tartsatok velünk! Még a végén jó lesz az a csúcs nekünk. Az a jó, hogy rögtön a múzeumból indul a felvonó, a felső állomása, még felhőben. Illetve egy másik dolog, hogy itt nagyjából 8-10 fok van, olyan fönn, 1000 méterrel följebb mennyire? Nulla? Neked már van alpakozoknid. Te már fázni nem fogsz. Az öreg koppi. Auszta. Na jó. Ilyet a múzeum. 10-től fél 6-ig van nyitva. És nagyjából 3000 fénykép, meghasználati tárgy van kiállítva. Ennyit tudunk a múzeumról. Természetesen első világháborús. Azt nem tudom, hogy mennyire mutatja be mindkét felet, mármint, hogy csak az olasz haderőre koncentrál, vagy az osztrák-magyarra is, mindkettőre egyforma arányban, ez talán majd kiderül. 450 négyzetméter, 3000 relix. Aha, na jó, hol az a bejárat? Uh-huh. Az a nagy helyzet, hogy ez be van zárva. Legalábbis, hogyha ez a bejárat. De hát, miért ne ez lenne? És nincs nyitva. Nincs csengő valahol. Csengő? Hát... Nem, ez még nincs. Ez így lehet, hogy kimarad. Vagy később ráalasztul. Lehet, hogy nem tartják nem pontosan. Ja, hát végülis Olaszországban vagyunk. Mit akarunk? Na jó, hát akkor rögtönzünk valamit. Közben megjött a hölgy egy nagy kulcsomóval, valószínűleg ő a nyitásért felelős. Mi pedig? Hova megyünk? Csak megnézzük a kilátást. Román busz, Temes. Temesi busz. Sok román jár ide. Aha, több mint magyar. Igen. Na nézzük. Ott fogunk beleveszni. Hát, jó, de lehet, hogy a tetején meg kibukkanunk belőle. Igen, 2009... Megnézed, mint igen, felette kék az ég, így van. 2900 méteren van a felső állomás. Jézus. Úgyhogy ott már lehet, hogy a felhők fölött leszünk. Gyülekeznek az autósok, bringások is már előjöttek, motorosok szintúgy. És ami nagyon fura nekünk, hogy rengeteg rövidbratyás ember. Nagy Dolomit út, Passo Bordoi. Hágó, pecsétet? Aha. Hát igen, hát csak mire? Pecsétet. Hova? Hát nincs nálad valami papír. Egy bazsitúrák matrica. Na, arra.
Na, megvan, hogy mire megy a pecsét. De ide az elejére? Persze, a fejemre. A kicsit úgy oldalt, a fehér részre kicsit. Erre vagy arra? Mindegy. Várjál, hogy néz ki a fotó? Úgy. Akkor ide, hogy a látszódjon a persze. Igen, vagy tök mindegy. De amúgy ez le fog róla jönni a tartalmat. Reméljük nem jön le. Szoport, nem nagyon látszik ez. Dehogy nem, tökéletes. Le fog kopni. Megszárad és jó lesz. Kicsit balra kellett volna. Jó, tökéletes. Ez még egyszer sokat fog érni. Van itt mindenféle formájú és méretű hágó vas. Valamiféle kovácsolt vasból. Lámpa. Hoppá. Azt a... Hát ezt az áttételt nem lehetett egyszerű elhagytani. Fú. Ez komoly. Az meg kellett comb. Osztrák-magyar töltény, lövedék. Skoda? Unexploded felület. Igen, még felrobbanhat bármikor. De még egy ilyen kisebb méretűvel sem szívesen találkoztam volna élesben. Ez valami tengerész acuka. Jó sötét van, de itt egy olasz barak. Az előbb láttunk egy kályhát, Budapesten készült a felirat szerint. Fúha! Ne nézz oda! Acéltalpú. Ó, pisztolyok. Jó golyozó katona. Ezek olyan eredetiek? Biztos. És ezt a sok kiállított tárgyat, meg fényképet, ez mindegy ilyen, hát ilyen egyesület gyűjtötte össze, illetve hát különböző adományokat is láthatunk itt. Na, micsoda primus a tények.
megtaláltuk arabba, vagy arabára készült fotókat. Hát, ma kicsit másként néz ki. Fú. Hát igen. A templom még megvan. Na és akkor Marmoláda és az a jégváros, amiről az előző epizódban beszéltem, itt építik ki. Fú. Igen, 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 akkor jól mondtam. Osztrák-magyar elesettek. Nem néz ki jól, inkább nem mutatom. Ice City, jégváros. Azt a mindenit. És így van, amit mondtam még az előző epizódban. Az ilyen kiálló szikratornyokon ilyen különböző állásokat építettek ki. És ott van róla egy milyen kép, hogy azt viseli. Hát, érdekes. Ezek olaszok. Olasz gázmaszkok, sőt, ott meg az osztrák-magyar gázmaszkok. Nem tudom, nekem az osztrák-magyar meggyőzőbbnek tűnik, mint az olasz kivitel. Valahogy abban szívesebben átvészeltem volna egy gáztámadást. Persze most nevetünk, de nem vicces. Na itt vannak az ilyen gyógycuccok. Fúha. Hát... Nem szívesen kaptam volna ezekből. Jó kis morfiumot, azt lehet. Nézd, ez meg ilyen... Na. Szóval lábtörés esetén... Igen, ott van Lexiport. Aha, Lexiport. Jó, nézd, és itt a Vörös Kereszt. Ott ki is van írva. Ott ki is van írva a Vörös Kereszt. Italian Red Cross Nurse. Van köztünk egy Vörös Keresztes, csak azért mondjuk. Ajaj. Na az már nem szép. Az a csontfűrész, meg a többi. Na, még zsíroztak is. Vagy ki tudja. Lant. Az egy lant, nem? Na, azért volt romantikája is a katonalétnek, itt láthatjuk a képeslapokon. A cigi? Ja, a cigi az biztos. Fű. Úristen is, az mi? Az micsoda. Lámelegítő. Az igen, de miből van az? Sí, itt a fóka, rajta van a fóka, hogy ne csusszanak vissza. Fúha. Ez komoly. Egy kis fótal. Hát nem olyan, mint amiket ma használunk. Kiskalapom zergetollas, vagy zergetollas kiskalapom? Hogy helyes? Na ez kész, fejenként 7 euró. Egyébként a belépő, de ma ajánlom mindenkinek, elég színes a felhozata itt tárgyak tekintetében, viszont nem nagyon akart kitisztulni a pizzből, és sőt. Hát, most mihez kezdjük? Nincs túl nagy szerencsénk ma az időjárással. A Pizbuét annyira belepték a felhők, hogy gyakorlatilag nulla volt a látótávolság már a Pordoly-hágón is, illetve az eső is megerett. És leautóztunk ide az előbb. Még egész jó idő volt, de most már itt is csöpög az eső. Viszont, hogyha már itt vagyunk, ragasztunk egyet. A Tablet Joe-ra. Ragasztó. Tu Tablet Joe. Kiszúrtunk itt egy jót. Anita González, milyen jó kis logója van. Nézem, a nagy része motoros. Na jó. Calvario Francescano. Oké, most lesz egy
Bajario Turákió is. Itt. Ott. Hát nem akartam a betűkre ráragasztani, kicsit csak sikerült. Na mindegy. Bazsi Turák. Oké. Okay. Jó. Van itt valami ismerős? Hát... nem sok. Esetleg a másik oldalon. Nézd! Vaslovasok. Oké, okay, meg ott is van valami. Tiroli magyar motorosok. Hogy még olyan is van. Na jó, de hát... engem a bringások érdekelnének, de úgy néz ki, ez nem túl sok van. Na jó! Fedej a hágó. Leragasztva, megragasztva, megjelölve Bazsi Túrák által. Aki erre jár, majd a jövőben nézze már meg, hogy itt van-e még. Fontos, hogy a Fedej hágó mindkét végén van hágótábla. Most a... hol vagyunk? A keleti oldalon. Fedej a hágó keleti oldalon, itt a Refugio Passo Fedeja. Vendéglátó egységnél. Dombor nyomot, vagy milyen? Ilyen domború? Ja, igen. De nézd, ez is tök jó, ezt nem mutattam. Ja, tényleg, mert biztos egy pár. Egy olasz túra bringás pár. Hát azért vannak itt bringások. Van, aki sportteljesítmény árán jut el ide. Mondjuk mi pont nem most. Nem baj. Na, megnézzük a Fedejet, ahol az lesz a program. Aztán majd itt rögtönzünk valamit. Itt nem ugorj le. Refugio padon, 40 perc innen. Fú, mondjuk az nem tudom, hogy 40 perc. Az előző epizódban ott söröztünk. Ugye itt van fölöttünk maga a padon gerinc, illetve a mezolina, illetve a Fedej a hágóról, illetve a Fedej a tóról is volt szó az előző epizódban, úgyhogy most sok újdonsággal nem tudunk szolgálni, egyedül a látvány, ami új lesz, ugye eddig csak felülről láttuk a tavat, és ha minden igaz, itt a bal oldalán, a tó bal partján végig lehet sétálni. Ha minden igaz, ez itt az Origi hágótó. Hát, elég gyötrelmes. De felülről nagyon szép színe volt. Most innen pont nem látszik a színe. Fú, és ott voltunk fent. Valahol ott megy az ösvény. Ott úgy. Tényleg ott volt az a... Ott van az a furcsa szerkezet, amiről nem tudtuk mi az. Aha. Na jó. Indulációni van. Nézzük a tavacskát. Na jó, innen közelebbről nézve. Egész jó színe van tényleg. És most vannak ott állatok, nem? Ott. Ja, most a nézőknek mutattam. Ott a sziklánk alatt, ahova bementünk. Azok nem tehenek? De. Valószínűleg ott a képernyő közepén az a meg itt. Szikla kibúvás, ahova bementünk, ott volt az a kis járat az aknával. Valószínűleg az volt az. Legalábbis innen úgy néz ki. És fölöttünk meg persze mármoládá, de hát olyan meredek és olyan magas és annyira felhőben van, hogy gyakorlatilag semmit nem látni belőle. Illetve még annyi, hogy itt a tópartján is találtunk egy világháborús múzeumot, ha minden igaz. Miért is ne? Minden völgybe meg minden csúcsra jut egy világháborús múzeum. Íme a keleti völgyzárogát, és azt néztük az előbb, hogy milyen kis picikének tűnik ez a hegyoldal, meg ez maga az a gerinc, itt mellettünk a padon gerinc.
De azért meg kellett vele szenvedni tegnap. Rendesen megizzadtunk, mire itt akár csak itt szintben végigjártuk. És akkor a Fedeja-tó, hát itt most pont nem annyira látszik, de hamarosan lesz jobb rálátásunk is. A tónak ezen a déli felén zavartalanul végsétáltunk, nincs itt autóforgalom. Le van zárva, sőt, még a tópartra is nem mehetünk. Hűha! Aszta! Hát ez se csúnya, színügyileg. Wow! Majd leereszkedünk mi is, csak előbb még itt megnézzük, mi van a parton. Hát, ha lesz valami érdekes. Azt még nem is mondtam, hogy Pittsburghre annyira rákészültünk, hogy már a felvonó jegyet is megvettük. Fejenként 28 euró a round trip, tehát a föl-le jegy. De szerencsére nem csak aznap érvényes a jegy, úgyhogy ha hasonlóan jártok, mint mi, nem kell kétségbe esni. Elvileg egész szezonban felhasználható a napi jegy. Na, úgyhogy majd holnap egyébként becélozzuk, holnap reggel az lesz az első, hogy felautózunk a Pordoljágóba, és hát remélhetőleg nem ilyen idő fogad majd minket. Na, itt egy befolyó. Itt a Mármoládáról egész sok kis vízfolyás ér le ide a tóba. Gondolom a fő vízutánpótlást ez adja. Ott mit csinál az az ember? Ja? Azt hittem, a seggét törölt. Csak horgászott. Fú, és ott voltunk fenn tegnap. Durva. Hát az ösvény. De, ott kivető az ösvény. Aha. Ott úgy. Ott az a gerinc, amin át kellett vágni. Nagyon jó. Még az a függőhíd is látszik. Te is látod? Láttam, igen. Azta. Mezola, illetve Mezolina. A padon meredék ház pedig ott úgy át, és ott van. Hát ez ilyen kis sétálós viszont lesz. De még bármi kis ülhet belőle. Azt mondom, a szalagkorlátot. De ezt mit keres? Ha megnézed, hát mit keres ott? Valószínűleg valami innen levitte odáig. Csak azt tudom elképzelni. Hát igen, itt télen lavina, tavasszal sárlavina, úgyhogy itt egész sok minden elvihette. Ez jó pufa. Egy kis mini kegyhely. Hát, ja, ezt itt rendesen elvitte valami. Én most már abban biztos vagyok, hogy ez az. Biztos vagy, hogy ez az? Azt a kis lőrést keressük, ahonnan kinéztem tegnap, meg kidugtam a kamerát. Nyilván ti nem láttok ebből semmit, de mi egy szabad szemben látunk ilyen kis rést, ami lehet, hogy az volt. Biztos, hogy az volt. Kapom az infót. Na, szóval itt valami úgy tisztességesen letarolta a korlátot. Hűha. Hát igen. 50 méter a legnagyobb mélység ennek a tónak, úgyhogy viszonylag mély. Mély tóról van szó. Itt is van valami kis tablet jó. Mit ír? Hát nem sokat értek be, 1969. Candido de Cassan. Az egy ember lehetett? 37 és 69. Ja, akkor lehet. Tragica? Hát akkor igen, valami
nagy tragika következtében szegény. Szegényt itt érte a halál. Hideg? Hát, nem meleg. Kedves nézőim közül esetleg, aki tudja, hogy mik lehetnek ezek a kis fémcédulák rajta azokkal a számokkal, az nagyon szíves tájékoztasson. Már a sokadik ilyen kis cédulát látjuk itt a sziklafalon. Nagyjából 10-15 méterenként van egy. Mindegyiken van egy szám. Hát látszólag most csökkenő a tendencia. Az elején ilyen 80 valahány, meg 90 volt, itt most már csak 27, itt 25. Ittni. És nem bírok rájönni, hogy mi lehet az. Úgyhogy ha valaki tudja, az nagyon kedves tájékoztatni minket. Wow! Na lassan úgy tűnik, hogy szerencsénk lesz végre az idővel, bár az eső még mindig szemerkél. Tegnap a felvonó állomásunk ott abban a kis nyeregben, ami itt a hegytől mögött van, ott volt a Porta Vescovo. Nézzétek! 19. És itt már is itt egy másik, P8M170. Nagyon érdekes. Rosszul mondtam az előbb, az nem a Porta Vescovo, hanem a Luigi Garza Rifugio. Kilátással a Sella tömbjére. Na és akkor itt vagyunk a völgyzárógátnál. Hát impozáns. Itt meg pedig valamilyen befolyó. Na, ez kicsit olyan, mint a horvát tengerpart. Jól néz ki. Nézd, ott végig föl lehet mászni. Ezt nézem, hogy kinek lenne ott. Hát, valószínűleg azért. Mi? Canyoning, ugye? Canyoning, az a neve. De mondjuk ez, hát ez érdekes. Fú. Na, és itt mi van? Diga bar. Souvenir. Terraggio, és ha minden igaz, itt lesz valamiféle kilátópont. Ja, tele van a teraszon, igen, de én arra számítok, hogy innen is lesz valami. Egyszer itt a gát. Hát, érdekes. Érdekes a formavilága. És hát, meg is lelátunk a völgybe. Oké. Okay. Szép, ezen az úton tudunk feljönni Canacei felől. Ugye a Pordoiágóról leereszkedtünk a völgybe, és akkor Canacei, és akkor itt jöttünk fel. Marmoláda. Nem nagyon adja magát ma sem. Alattunk az infrastruktúra, fölöttünk pedig, ahogy tisztul az idő, végre-végre már majdnem, hogy látszik a Marmoláda csúcsa. Igaz, nem igazán tudjuk innen lentről eldönteni, hogy pontosan melyik az, de ott valahol a képernyő közepén, ott lesz az. Egy ilyen kis sziklás upszlit kell elképzelni, nem többet. Az előbb láttam valamit, ez olyan, mint egy amonites. Ugye? Hát az lehet, hogy az is. Sőt, az biztos. Ugye ez nem beton, ez így, ahogy van, ezt így bányázták ki, aztán úgy tették ide. Na, és a... Hát az, mondom, azért mondom. Ja, hogy a csúcsot mond? Ja, és ott van is valamiféle kereszt a csúcson, ugye? Amelyik ott havas? Hát igen, most lenne jó ott fel lenni. Hát, jól van ezzel, most így jártunk akkor. És ott emberek vannak, ott a hegyi dalban? Ott középen. Középen? A
két hegycsúcs között ott. Tényleg, ott mennek. Jézusom, de ott már egy lavinaféleség is volt nemrég. Az már Gletscher. Azok ott emberek. Hát, ti kedves nézők nem láthatják, de... Na, azt kizártnak tartom. Vagy lehet, hogy ott is föl lehet. De... Fú! Ez komoly. Kicsit messzebb jöttünk. Hát, innen jobb a rálátás. Mármulád a tömbér, és valóban. Fú! Ez hatalmas. És tényleg olyan márványos, hogyha megsüti a nap. Hát ez szép. Na jó, lassan elindulunk visszafelé szerintem. Aztán még ki tudja, hogy mi lesz ma. Én is tényleg szonyos vagyok, de attól még... Hűha! Az előbb ide elmulasztottam a kijövetelt. Nem vészes. Kicsit mély. Hasztosan, és nem tudom milyen magas a gát, de úgy 40-50 méter azért tippelnék. Itt egy létra. Na, az izgalmas lehet. Fú. És a mármoládá most már gyönyörűen látszik. Hát egy nap késéssel, de teljesült a vágyunk tulajdonképpen. Lehet, hogy erősebben kívánjuk tegnap, akkor már tegnap sikerül. Mint a Duolingóban. Jaj, tényleg. A Duolingóban kell mindig szálléval köszönni, és itt Olaszországban való életben senki nem köszön szálléval. Hú, na az jó lesz, hogy itt kisüt a nap. Partra még nem megyünk? Zsír. Na és ahogy ígértem, lejövünk a Rivierára. Kíváncsi vagyok, hogy miért nem lehet fürödni a tóban. Bár valószínűleg nagyon hirtelen mélyül, így ránézésre is. Meg mondjuk az ilyen víztározókban eleve nem nagyon szokás a fürdőzés. Na. Hát ez kellemes. Igazából most még bele is mennék. Nézd csak meg, nem olyan hideg ez. Hát, mert ott olyan sekély. Hát igen, itt sekély. Halak is. Halak is vannak, igen. Ott látszik, hogy azért lépsz hármat, négyet és eltűnsz. Meg itt is egyébként, szóval itt azért óvatosan kell, hogy ez, hogyha az ember egy gerilla módra mégiscsak bemegy. Hú. Na jó. Fedej a tó, fedej a hágó, a pizboé helyett. Aztán lehet, hogy már ennyi volt. Még meglátjuk, mi fér bele. Gyorsan a tó után még mutatok valami szépet. Ott fönn a padon csúcs, tegnap mutogattam, és voilà! Hát nekem nagyon tetszik. Továbbra is a Mármoládánál, és ezek a hegyek, és ott hátul azok, messze a sok felhővel. Húha! Na ide megkisétálunk, aztán megnézzük itt a Rifugiót, mit lehet enni. Wow! És azt a leszakadást mutattam tegnap, szintén. Hű, de jól néz ki! És akkor ezzel a látványa lehet, hogy mára le is zárjuk. Hát nem így terveztük a dolgokat, de az azért ebből is látszik, hogy még viszonylag kedvezetlen időjárás esetén is. Azért el lehet itt ütni az időt a Dolomitok területén, nem kell teljesen kétségbe esni, mindig lehet egy B, C vagy D tervet is életbe léptetni. Ez történt velünk is ma, és holnap reggel egy másik hágóból fogunk jelentkezni, remélhetőleg a Pordoi hágóból. Na, ciao!